köszöntöm a kedves nézőket, közeledik az időpont, a Hungarian Darts Show időpontja, Takács Péterrel és Ziegenhán Medárdal fogunk erről beszélgetni. Mi az, amit még nem mondtatok el, amiről már beszéltünk sok mindenről, de ami még eddig nem volt nyilvános. Ugye tudjuk, hogy jön Phil Taylor, tudjuk, hogy jön Michael van Gerwen, tudjuk, hogy lesznek magyar résztvevők a sportágból és más sportágakból. Mi az, amit nem tudunk, és most elmondjátok? Hát van egy konkrét ügy, legalábbis a hely, ahol ülünk, az egy ebből a szempontból eklatáns hely, de ezt akkor mondja a Medárd. Hát igen, akkor én mondtam. Így lett akkor, hogy nekem kell mondani. Hát az egy nagyon fontos dolog történt, az, hogy ugye sikerült engedélyeztetni az élő közvetítését a Darts Show-nak, és hát az a megtiszteltetésért, hogy nekem kell mondanom, hogy a sporttelevízió természetesen élőbe fogja közvetíteni majd az eseményt, és hát először fog ilyen előfordulni Magyarországon, hogy PDC sztárokat, hát meg egyébként Kelet-Európában is, hogy PDC sztárokat élőben nem a megszokott televízióba fognak majd közvetíteni. Természetesen ez egy show keretein belül működik, vagyis hát úgy fog létrejönni, de ez a nagyon nagy hír jelen pillanatban. Ezért jöttünk igazából. Pontosabban azt kell, hogy mondjam, hogy a megszokott televízió fogja Magyarországon közvetíteni. Igen. Csak nem átvett adás, ha nem tudom. Jó, de próbálj minket egy kicsit összezavarni. Nem, hát most nem az angol televízió. Nem onnan veszük át. Így van. És mi magunk készítjük majd a saját gyártásba. Szerintem szenzációs lesz, és azt hiszem, hogy mindenki nagyon várja itt a házban, hogy eljöjjön ez a pillanat. Annál is inkább, mert olyan népszerűsége lett ennek a sportágnak, szerintem leginkább nektek köszönhetően Magyarországon, most persze természetesen a sztárok mellett, de azért az nem mindegy, hogy ki hogyan beszél a sportolókról, hogy interpretáljuk őket, hogy kiabáltok például, vagy hogy mondtok különböző információkat el a közvetítés során. Mi az, ami nagyon más lesz egy átlagos versenyhez képest, annál fogva, hogy ez egy show műsor? A végén nem veszik át a borzasztó nagy összegekről szóló csekket a játékosok. De ez nagyon fog fájni neked? Nem, az elején veszik át, igen. Igen, már az elején átvették. Jó, szóval a rendszerben mi lesz a más? A rendszerben nyilvánvalóan más lesz, hiszen a nyitányunk rögtön más lesz, hiszen egy páros versennyel fogunk nyitni, ahol egy darts világsztár egy magyar hírességgel, vagy talán mondhatjuk, hogy világsztárral az oldalán fognak egymás ellen versengeni. Ez mindenképpen egy unikális történet. Hozzá neveket, jó? Egyet tudunk, de szerintem már kettőt is tudunk. Kettőt tudunk. Többet még nem szeretnénk elárulni. Az egyik háromszoros világbajnok. Olimpiai bajnok. Olimpiai bajnok, dr. Kis Gergely, hogy legyünk hivatalosak. Gyakorol már? Igen, már volt edzésen is, igen. Nem labdával, hanem nyillal gyakorol. Nagyon ügyes, nagyon. Igen? Nagyon jó, igen. Jobb kezes, de bal kézzel csinálja. A korábban felfedezhettétek volna, nem? Hát nem kellett volna felfedezni, korábban jó helyen volt, jó ott, ahol van, igen. De egyébként a darts az a sportág, ahol még akár most is ebben a korban is be lehet futni. Azt mondjátok el nekem, hogy a világsztárok mit mondanak erre az eseményre? Tehát nyilván úgy vagytok kapcsolatban velük, hogy azért vannak visszajelzések. Mi lesz a program? Kivel kell majd ott a pódiumon állni? Mit mondanak erre? Hogy veszik ezt az akadályt? Hát ez a azért néztem a Medárdra, mert néztem, hogy akar-e valamit ezzel kapcsolatban. Alapvetően ők azért, amikor versenyeznek, akkor elképesztő koncentráció övezi az egész ott létüket. Ezek azok az események, ahol egy picit sokkal inkább interakcióba tudnak lépni a közönségükkel. Ők is megmutatják egy picit az arcukat, tehát nem csak azt a nagyon koncentrált arcot vagy személyiséget látjuk. És ezért jók ezek a bemutatók, ezek a show-k, mert picit a színpad vagy a kulisszák mögé is beengedik a kedves nézőket. Egyébként építetek ti erre? Tehát, hogy kiemelitek az egyes világsztároknak a mondjuk úgy, hogy erősségeit a jó fejségben, vagy pedig teljesen odabízzátok, hogy mi fog történni? Hát nem véletlenül történtek így a választások is, meg a hogy milyen magyar sztárt rakjunk. Tehát most Kis Gergely Görvin Price-al az oldalán fog majd megmérettetni a páros versenyeken. Tehát azért a két
testfelépítés, lehet, hogy a magasságbeli különbség az különböző, de hasonló felépítésűek, és hát azért kíváncsian várjuk, hogy hogy fogják reagálni természetesen a sztárok. Én azt tudom mondani, hogy ugye Gary Andersonnak még, ugye, aki természetesen nem lesz itt, majd talán az elkövetkező években sikerül ide csábítanunk, ő azért elmondta, hogy lehet, hogy mindenét odaadta volna egy olimpiai bajnoki címért. Mm. Én azért majd kíváncsi leszek, hogy hogy fogják a sztárok reagálni azt, hogy például ott van egy háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, világ legjobb játékosa, tehát azért kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak rá reagálni, de ez egy fontos rész. És ugye, ami fontos még, hogy a páros meccsek után majd természetesen lesznek a világsztárok egyéni mérkőzései. Láthatunk majd Phil Taylor, Raymond von Barneveld összecsapást, azért ez nem akármilyen kuriózum is lehet. És hát ugye a mostani sztárok is, idézőjelesen sztárok ezt azért, mert a régiek is sztárok, ugye majd Michael van Gerwen is össze fog majd csapni Gervin Price-szal például. Tehát ez érdekes lehet majd. Mondjatok légy szíves helyszínt és időpontot. MVM Dome, vagy lehet, hogy a köztudatban inkább a kézilabda csarnok van, és ez 2022. május 17, ez egy keddi nap. Hogy áll a jegyárusítás? Köszönjük szépen, látszik, hogy a darts az elég népszerű hazánkban, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy az utolsó helyeket azokat vigyék el. Hát nagy show lesz. Igen, és azért én azért kell tudni, hogy nem biztos, hogy élőbe lehet máskor majd látni Phil Taylort. A bevonulását is, meg tényleg az lesz, igen, lesz jelmez versenyünktől kezdve, hasonlás versenytől kezdve mindent, és hát azt se kell elfelejteni, hogy ugye ezt élőben láthatjuk majd a sporttelevízióban. És akkor mi lesz veled? Veled például, mert itt leszel, nem, vagy kint leszel, és a onnan fogtok közvetíteni? Fogunk, így van, és onnan fogunk kommentálni. Hány szerepben leszel ott egyszerre nagyjából? Remélem nagyon sokba, de ez... Hát majd ez föl fog tölteni még szerintem az elkövetkező 10 évre a darccal kapcsolatosan biztos. Jó kis feladat lesz. Mi a legnehezebb a szervezésben jelen pillanatban? Mert ugye sokat beszéltünk az utóbbi időszakban a rendezvényekkel kapcsolatban, mindig a Covid volt a legnehezebb. Reméljük, hogy ez most itt nem fog beleszólni, de azért gondolom ettől még lesz jó néhány dolog, amire oda kell figyelni. Nagyon sok, most indul újra az egész rendszer, tehát a PDC is, ugye a versenyek most indulnak, ugye borzasztó nehéz a kommunikáció a helyszínnel is, ott is egy új csarnokról beszélünk, új üzemeltetőkkel, ott is össze kell csiszolódnunk. Az első esemény az mindig borzasztó nehéz, aztán már a többi az. Igen, de ez egyébként, hogyha azt szoktuk mondani, hogy milyen nehéz ezt megszervezni, szerintem a European Tour egy sokkal könnyebb dolog volt, ezt ő fogja tudni meg elmondani igazából, meg azt szoktuk mondani, hogy hát a Péter az ügyvezető a cégnél, hát Takács Péter 23 éves ügyvezető. Tehát ennyire bonyolult, magát. Ennyire bonyolult. És mire vége, addigra Takács Péter 33 éves ügyvezető, nem, a látvány tekintve, nem a fáradtságot tekintve. Vagy egy kicsit több. Miben nehezebb egyébként, mint egy European Tour alkalom? A bemutató az teljesen a mi dolgunk összerakni az elejétől a végéig. Tehát még a European Tour kapcsán megérkezik a show, kipakolnak a szereplők, és utána le is bonyolítják a show részét, vagy a verseny részét. Itt most nekünk kell a rendezvényszervezői feladatok mellett az egész showt is színpadra rendezni. Úgyhogy televízió kompatibilis is legyen, ráadásul ami szintén nem könnyíti meg ezt a dolgot. Mennyi meló volt ebben, és kik voltak azok, vagy voltak-e olyanok, akik tudtak tanácsot adni ezekről a területekről? Hát ez csak így működik, hogyha vérprofikkal dolgozunk, tehát egy olyan csapattal sikerült körülvenni magunkat, akik azért az egyes területeken már láttak egy-két dolgot, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ezeket a feladatokat meg tudjuk ugrani. Óriási neveket várunk ide erre az eseményre. Szerintetek kik azok, akik, vagy ki az, aki a legnépszerűbb ezek között a darts versenyzők között? Ez a mindenki kategória? Ez egyértelmű. Tehát Phil Taylor. És szerencsénk van, ha minden ő érkezik. Ugye igen, ő megérkezik már hétfőn. Hétfőn. És szerintem fogunk is tudni vele találkozni, mi már a hétfői nap folyamán. Jól jellemző, hogy van esemény pohara a rendezvénynek,
és hát ugye különböző mennyiségeket rendeltünk, hogy 6 különböző esemény poharunk van, mindegyik poharán egy-egy világsztár, és természetesen a hát darabszámban a megrendelt mennyiségnek a felét azt fél télóra jártattuk le. Így van. Igen, ezen egyáltalán nem vagyok meglepődve, viszont nagyon-nagyon várom már azt a napot, és azt hiszem, hogy sokan vannak így ezzel. Jó lesz, azt gondolom, és remélem, hogy addig még fogunk is beszélgetni, mert hogy nem árultatok el mindent, úgyhogy folytatás következik. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Önöknek is köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.